nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Kormánydöntés, védettséget igazoló okmányt kapnak a koronavíruson átesettek. Ingyen hitel és bértámogatás, mekkora segítséget nyújtanak a hazai vállalkozásoknak. Bizonytalanságok és költségvetési tervezet, hétfőn indul az egyeztetés az idei finanszírozásról. Közel 400 millióból fejlesztenek, felújítják és kibővítik a Szent Lőrinci óvodát. Még nem döntöttek arról, milyen jogosultságokkal jár, de bevezette a kormány a védettséget igazoló okmányt. Gulyás Gergely számolt be az intézkedésről a napokban. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, azok kaphatnak ilyen igazolást, akiket beoltottak a koronavírus ellen, vagy bizonyítottan átestek a betegségen. Védettséget igazoló okmány bevezetéséről döntött a napokban a kormány, ezt Gulyás Gergely jelentette be. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, ezt a dokumentumot azok kaphatják meg, akiket beoltottak a koronavírus ellen, vagy bizonyítottan átestek a betegségen. Megkérdeztük a pécsieket, mi a véleményük erről az intézkedésről. De akkor az embernek nem kell rohangászni ide-oda, kapok egy dokumentumot róla, biztos, hogy az egy praktikus dolog, hogy ha ki akarok menni külföldre, vagy valahova, akkor hogy tudjam tisztázni a dolgomat. Teljesen jó, mert csak azért, mert az ember, akivel találkozik, meg egyéb, nyilván beszél róla, és mondja, hogy neki van, akkor tudom, hogy nem olyan emberekkel beszélek. Először oltatni kéne megfelelő ütembe, és utána lenne értelme ebben foglalkozni, hogy korlátozzuk a beoltottakat, vagy sem. Az okmányt elsősorban azok kapják meg, akik már a második oltáson is túlestek. Gulyás Gergely tájékoztatása szerint ebben az esetben az okmány érvényességi időt nem tartalmaz majd, hanem a második oltás beadásának időpontját rögzíti. A miniszter hozzátette, de szintén védettséget igazoló okmányt kaphat az, aki a koronavírusból felgyógyultnak minősül. Ebben az esetben az igazolvány érvényességének kezdete lehet a kórházból történő elbocsátás napja, vagy a pozitív PCR-teszt utáni első negatív tesztidőpontja, vagy a karantén időszakot követő 10. nap, közölte. Emellett azok is kapnak ilyen dokumentumot, akik tünetmentesen átestek már a fertőzésen. Amennyiben ők hitelesített laborban vérvizsgálaton vesznek részt, és az antitestek jelenlétét igazolja, akkor ők is kérhetik költségtérítés mellett az ő esetükben, többieknek ingyenes, költségtérítés mellett kérhetik a védettséget igazoló okmány kiállítását. Ebben az esetben a vizsgálattól számított 4 hónap a védettséget igazoló okmánynak az érvényességi időtartama. Egyelőre még nem tudni, hogy mennyibe fog kerülni ennek a csoportnak az igazolvány kiállítása. Azt reméljük, hogy az okmány is hozzájárulhat ahhoz, hogy az élet mielőbb a normális kerékvágásba térjen vissza, mondta a miniszter, aki ugyanakkor jelezte, hogy a kormány egyelőre nem döntött arról, milyen jogosultságokkal jár majd az okmány. 1860 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 383.735 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 99, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 13.543 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, olvasható a koronavírus.gov.hu oldalán. Jelenleg 3.828 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 299 vannak lélegeztetőgépen. Baranya megyében az igazoltan fertőzöttek száma a járvány kezdete óta átlépte a 13.000-et, immáron 13.600 megbetegedést regisztráltak. Most újabb 57 fővel nőtt a fertőzöttek száma megyénkben. Mekkora segítséget jelenthet a napokban meghirdetett 10 milliós ingyen hitel a vállalkozásoknak? Megtartható a munkaerő az újabb bértámogatással? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál. A szervezet főtitkára azt mondja, véleményük szerint a vidéki Magyarországot kell segíteni a hitelkeretből. A bértámogatások azonban nem biztos, hogy elérik a céljukat a kamara szerint, ezért más formát javasolnak a munkaerő megtartására. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarát is felkérték véleményezésre a 10 millió forintos állami ingyenhitellel kapcsolatban, mondta az iparkamara főtitkára kérdésünkre pénteken. Rabszabolcs azt mondja, szeretnék, ha ebből a 0%-os hitelből nagyrészt a vidéki vállalkozásokat segítenék. Próbáljuk meg a korlátozás alá került és a legnehezebb helyzetű vállalkozásokra szűkíteni azt a kört, akik ezt a hitelt igénybe vehetik, és fölhívtuk a figyelmet arra, hogy a vidéki Magyarországon vannak a legkevésbé tőke ellátott a leggyengébb vállalkozások, úgyhogy a fókuszt mi a vidéki vállalkozásokra helyeznénk.
Mint ismert, a kormányzat márciustól a veszélyeztetett szektorban működő vállalkozások számára kamatmentes újraindítási kölcsönt biztosít. Ennek maximális összege 10 millió forint. Várhatóan azok részesülnek ebből az eredetileg 100 milliárdos keretből, akik nem voltak veszteségesek a járvány előtti évben, vagyis 2019-ben. Bértámogatással is segíti a vállalkozásokat az állam. A főtitkár azt mondja, ebben a kérdésben van egy állandó szakmai vitájuk. Szerintük csak a bértámogatással nem tudják megtartani a munkaerőt a vállalkozások. Ugye szabad munkaerőáramlás van, arra is föl kell készülnünk, hogy nagyon sok fiatal az megpróbál versenyképesebb országokban, Nyugat-Európában munkát vállalni. Tehát itt szerintünk itt lesz egy óriási munkaerőhiány. Ebben én még továbbra is azt javaslom, és az a meglátásunk, hogy a korlátozás alá került szektoroknak a normatív támogatást jelent megoldást. A korlátozás alá tartozó vállalkozásoknál nincs árbevétel, de a járulékokat és egyéb díjakat fizetniük kell, mondja a főtitkár. Így a bértámogatás bár valami segítséget jelent, de kevés ahhoz, hogy versenyezzen az erősebb gazdaságok lehetőségeivel. Nem szükségesek újabb szigorítások, elleneznék is ilyeneket, erről beszélt szokásos péntek reggeli rádióinterjújában a miniszterelnök. Orbán Viktor ennek okáról azt mondta, van elegendő vakcinánk. A kormányfő elmondta, ha a kínai vakcina is rendelkezésre áll majd, akkor húsvétig 2,5 millió embert be lehet oltani idehaza. A jó hír az, hogy eddig 320 ezer honfitársunkat sikerült beoltani, de nem tudjuk, hogy a vakcinák milyen időtartamban nyújtanak védettséget, ezért az oltást követő 6 hónap után ismét be kell oltanunk magunkat, hangsúlyozta a kormányfő. Még mindig sok a bizonytalanság a költségvetési tervezet körül, amiben Pécs idei bevételeit és kiadásait veszik számba. A szakbizottságok képviselői is véleményezték az elképzeléseket. A pénzügyi grémium elnöke szerint alultervezi a városi cégek, intézmények működését a tervezet. Ráadásul az bizonytalan, hogy mennyi kompenzációt kap a Baranyai megyeszékhely a kiesett bevételei pótlására. Első lépésben erről kellene benyújtani az igényt a városvezetésnek, mondja a bizottsági elnök. Március 15-éig kell elfogadni Pécs idei költségvetését. Szerdán ellenzéki képviselők a büdzsé tervezetéről tartottak tájékoztatót. Akkor azt mondták, megvonásokkal kell számolniuk a városi intézményeknek, cégeknek idén. Csütörtökön az önkormányzat szakbizottságai tárgyaltak a jelenlegi elképzelésekről, de sok minden bizonytalan még, mondta el szerkesztőségünknek telefonon a pénzügyi és ellenőrzési bizottság elnöke. Jelenleg egy olyan tervezet volt előttünk, amiben nagyon jelentős elvonások szerepeltek a különböző intézményeknél, tehát akár szociális ágazat, akár óvodai intézményi rendszerről beszélünk, akár pedig a közszolgáltatásokat nyújtó cégeket, legyen az a tömegközlekedés, vagy például a biokom. Ez látszik, hogy ezekkel a támogatási összegekkel nem lehet végigcsinálni az évet, nem fogják tudni sem az intézmények, sem a cégek végigcsinálni az évet. A városvezetés egy elképzelt helyzetből indult ki, ahol a valós működési költségeket, személyi juttatásokat nem megközelítő összeget írt a tervezetbe, mondja a bizottsági elnök. Közben a kormányzati kompenzációra várnak, aminek szerintük 6,5 milliárd forintnak kell lennie. Tételesen egy kimutatás keretében bocsássák például a kormány rendelkezésére azt a kimutatás halmazt, ami alapján ellenőrizhető, hogy milyen összegeket hova kívánnak elszámolni, hiszen ez az átláthatóság szempontjából is egy nagyon fontos követelmény lenne. Akkor a kormány részéről is ugye az a bizonyos kompenzáció, amiről többször is megerősítést nyert kormányzat részéről, hogy meg fog érkezni, azzal a pécsi önkormányzat tud majd kalkulálni. Csizmadia Péter azt mondja, 2,5 milliárd forint maradt a pécsi vállalkozások az iparűzési adó befagyasztása miatt. Ezzel is segíti a helyi gazdaság talpon maradását a kormány, miközben nyitott az önkormányzatok kasszájának kompenzálására is a kiesett bevétel miatt. Kerestük a költségvetési tervezet ügyében a városvezetést, de azt a választ kaptuk, hogy jelenleg még nincs olyan szinten a tervezet, amiről érdemes lenne nyilatkozni. Jövő hétfőn tárgyalják online első körben a pécsi képviselők az elképzeléseket arról, hogy idén milyen bevételekkel és kiadásokkal kell számolnia a Baranyai megyeszékhelynek. A kormány a napokban jelentette be, hogy bérleti díjmentességet biztosít azoknak a vendéglátósoknak és egyéb szolgáltatóknak, akik állami vagy önkormányzati tulajdonú ingatlanban bérelnek területet. A kormányrendelet szerint a hatálya alá eső vállalkozásoktól nem kérhető bérleti díj 2021. februárja és júniusa között, illetve vissza kell fizetni a már befizetett összegeket. Pécset ez a legnagyobb arányban a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt-t érinti, összesen 126,8 millió forint értékben.
érintett még közvetlenül az önkormányzat, a Biokom, a Zsolnai Örökségkezelő, valamint az állatkert. Az önkormányzatnál és cégeinél az 5 hónapra vonatkozóan összesen 168 millió forintnyi bérleti díjat jelent az intézkedés, tudta meg a Pécs Aktuál. Közel 400 millió forintból újul meg a Szentlőrinci Liszt-Ferenc úti óvoda. Egy topos pályázatnak, valamint a Baranya megyei önkormányzatnak köszönhetően felújítják a meglévő épületet, és egy új szárnyat is építenek. Megszépül az udvar, bútorokat, eszközöket szereznek be, de új orvosi szobát is kialakítanak majd. A munkálatok a napokban megkezdődhetnek, amikkel a tervek szerint idén őszre végeznek is a szakemberek. Különböző tárgyak kerültek bele ebbe az időkapszulába. A tárolóedény a Szentlőrinci óvoda új szárnyának alapköve alá került. A napokban ugyanis elindulnak a munkálatok, melynek keretében kibővítik az intézményt. Ezzel új bölcsődei férőhelyeket is létrehoznak. Mint azt Koltai Péter polgármester elmondta, szülői igény is indokolja a fejlesztést, hiszen több gyermeket már nem tudnak fogadni a törvényben előírtak szerint. Ez az épület, ami most mögöttünk áll, ez lesz felújítva, illetve a déli irányba lesz hozzáépítve az új épületszárny, és reményeink szerint, hát nem az egészen biztos, hogy ebben az évben, reményeink szerint ott valamikor ősz végén már el fog készülni, és a gyerekek elfoglalhatják úgymond az új épületet. A beruházás a terület és település fejlesztési operatív program keretében valósulhat meg, mondta az ünnepségen Őri László. A Baranya megyei önkormányzat elnöke kiemelte, még 2017-ben nyerte meg a város a pályázatot, mostanra azonban megemelkedtek az árak. A megyei önkormányzat támogatásával megvalósuló beruházás keretében korábban egy 260 millió forintos fejlesztési forrást, összeget biztosítottunk, amelyet az elmúlt év utolsó napjaiban Nagycsaba országgyűlési képviselő úr lobby tevékenységének köszönhetően mintegy 129 millió forintos plusz kormányzati forrás biztosítása egészített ki. Így összesen közel 400 millió forint áll rendelkezésre az óvoda felújítására, új bölcsődei férőhelyek létrehozására. A fejlesztésnek köszönhetően a játszóudvar mellett megújulnak a mozgásfejlesztést segítő helyiségek és a szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek. Kialakítanak még orvosi szobát, a bútorok berendezését, rendezési tárgyak, eszközök beszerzésén túl pedig a melegítő konyha is megújul. A Mohácsi Városházán egyeztettek csütörtökön a Dunahíd tervezésével megbízott cég, a szaktárca és az önkormányzat képviselői, számolt be a mohacsiujság.hu hírportál. A térség országgyűlési képviselője Hargitai János a megbeszélést követően azt nyilatkozta, hogy a Mohácsi Dunahídnak a csata 500. évfordulójára 2026. augusztus 29-ig már állnia kell. Hozzátette, a hídhoz vezető utak nyomvonala még módosulhat annak érdekében, hogy a Dunántúlt átszelő közlekedési folyosó Mohácson keresztül vezető főágán zökkenőmentesen haladhasson majd a minden bizonnyal komoly forgalom. A most készülő tervek nem csak a hídra vonatkoznak, hanem a csatlakozó utakra is. Összesen mintegy 27 kilométernyi új vagy felújítandó, szélesítendő út tervezéséről van szó. Ez a munka zajlik ezekben a hónapokban. Új szakaszba lépett a Kozár Misleny Esen női kézilabda csapatának felkészülése. A Liga kupában negyeddöntősök, a Magyar kupában tovább jutottak a harmadik fordulóból. Egy őszről elhalasztott bajnoki meccs után is győztesen hagyták el a pályát, most pedig indul a tavaszi szezon. Zdenko Kordi tanítványai a listavezető ellen kezdenek. A Kozár Misleny Esen női kézilabda csapata az idei évben előbb a Liga kupában a Szekszárdot idegenben, majd a Magyar kupában a Mohácsot hazai pályán győzte le. Aztán a DKKA U20-as gárdája ellen egy őszről elhalasztott mérkőzésen sikerült megszerezni a 2 pontot. Vasárnap már a tavaszi szezon első meccsén a listavezető Budaörs ellen lép pályára a gárda idegenben. Sajnos a héten volt egy-két megfázásunk, szerencsére nem Covid, de hátráltatta a felkészülést. 3-4 játékos kiesett a munkából, van, akit 6-7 napra is elvesztettünk. A listavezetőhöz megyünk hétvégén, akik eddig még nem kaptak ki, veretlenül vezetik a tabellát. Ugyanúgy készülünk ellenük, mint bármelyik más csapat ellen. Tiszteljük őket, de igyekszünk a saját játékunkat játszani. Meglátjuk, mire lesz ez elég. Markovics Rebeka az elmúlt 3 mérkőzésen összesen 8 gólt lőtt. Dunai Város ellen sikerült egy nagyobb arányú győzelmet besebelnünk, azonban a kezdés nem voltunk megelégedettek, ezt mindenféleképpen Budaörs ellen javítanunk kell, hiszen nagyon fontos, hogy már a kezdetektől fogva
feszesek legyünk, koncentráltak, és úgy gondolom, hogy egy kiélezett mérkőzést fogunk ellenük játszani. Mindkét kupában sorsoltak már. A Magyar Kupában a 16 között a Kozár Mislenyiek február 17-én 18 órától fogadják a 2019-es EHF Kupa győztes Siófok KC együttesét. A Liga Kupa negyed döntőjének párosítása is elkészült. A Neka lesz az ellenfél, de a mérkőzés időpontjáról még egyeztetnek a csapatok. A Moira Budaörs Handball Kozár Mislenyese tavaszi nyitóforduló február 14-én 16 órakor kezdődik zárt kapuk mögött. Meleg étellel és vitaminokkal segít a rendkívüli hideg időben a hajléktalanokon a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Szükség esetén új férőhelyeket alakítanak ki, és megerősített utcai szolgálat gondoskodik a szabad ég alatt éjszakázó rászorulókról. A szervezet az ország 12 városában 64 ellátó intézményben gondoskodik hajléktalan emberekről. Pécsen a belvárosban működő nappali melegedő reggel 8 és délután 4 óra között nyitva van, de az, akinek nincs hová mennie, az éjszakát is ott töltheti. Az intézményben a hideg időre készülve több teát és ételt készítenek, van főzési lehetőség, és az élelem mellett minden betérő C és D vitamint kap. A következő héten is lesznek ellenőrzések Baranya megyében, ezúttal elsősorban az üzletekben néznek körbe a NAV munkatársai. Február 15-e és 21-e között kedden Pécsett az Ybl Miklós utcai üzlet soron, szerdán Szentlőrincen a Pécsi úti boltokban, csütörtökön pedig Pécsett a Hásfa úti üzletekben ellenőriznek. A revizorok vizsgálják a nyugtai számladást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, a jövedéki termékek értékesítését, valamint a forgalmazott áruk eredetét. A megye építkezésein továbbra is folytatódnak a szabályos foglalkoztatáshoz kapcsolódó ellenőrzések. A régió híreivel folytatjuk. Folytatódik a tömeges oltás Tolna megyében. A héten közel 1500 embernek adják be a koronavírus elleni vakcinát. A brit-svéd AstraZeneca ampullák is megérkeztek a háziorvosi praxisokhoz. Ezekkel 300 regisztrált 60 év alatti krónikus beteg oltását végzik el a szakemberek. Itt van maga az ampulla. Schranz Robert szekszárdi háziorvos éppen azt az ampullát mutatja, amivel a körzetében levő regisztrált 60 év alatti krónikus betegeket oltja majd be koronavírus ellen. Az AstraZeneca gyár által kapott oltásról van szó, amely egy ampulla tartalmánál fogva 10 főbe oltására alkalmas, egy-egy fő fél milliliter mennyiségű oltóanyagot fog majd kapni tőlünk izomba. Egy lista alapján hívja be a pácienseket az orvos. Jelenleg 36 ember szerepel Schranz Robert listáján, ám ez folyamatosan frissül. Horváth Kálmán kormány megbízott azt mondja, 30 praxis kapott AstraZeneca ampullát, amivel 300 embert tudnak beoltani a házi orvosok. Ezzel párhuzamosan Pfizer vakcina is érkezett a megyébe, amivel az időseket oltják majd be koronavírus ellen. 90 praxis. Háziorvosi praxis kap összesen 2 ampulla, 12 ember leoltására alkalmas vakcinát. Gyakorlatilag a 74 évesnél idősebb korosztályt oltjuk ezzel, illetve oltják ők ezzel. A hátteret, a logisztikát azt mi biztosítjuk, viszont a háziorvosoknak kellett megszervezni, hogy egy ajánlott listából olyan embereket, olyan állampolgárokat hívjanak be, akik természetesen vállalták az oltásnak a beadatását. 1080 embert oltanak be Pfizer vakcinával, Bátaszéken pedig 100 idős otthonban élő kapja meg a második védőoltását. Ezen a héten tehát összesen 1480 ember oltása történik meg Tolna megyében. Jövő hét elején újabb adag vakcina érkezik a megyébe. Magyarországon már több mint 300 ezer ember kapta meg a koronavírus elleni védőoltást. Támogatja a kormány azt, hogy új szülészeti osztály épüljön Szekszárdon a Balassa János kórházban. Ezt a térség országgyűlési képviselője mondta stábunknak, miután csütörtökön személyesen egyeztetett az intézmény főigazgatójával. Sőt, Horváth István szerint a helyi rendelőintézet is teljesen megújulhat hamarosan. A mostani épület helyén ugyanis újat alakítanának ki. Németh Csaba, a kórház főigazgatója azt mondja, ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően 21. századi körülmények között tud majd a betegellátás zajlani az érintett területeken. Most a madártávlatból innen látszik, ez itt mögött a gyerekgyógyászat épülete.
Az új szexuális szülészeti blokk látványterveit szemléli a Balassa János Kórház főigazgatója és a térség országgyűlési képviselője. Horváth István és Németh Csaba csütörtökön egyeztettek az intézmény fejlesztéséről, aminek egyik legnagyobb volumenű beruházása a teljesen új épület együttes kialakítása lesz. Horváth István azt mondja, a fejlesztést a kormány is támogatja. Számunkra nem az a kérdés, hogy meg fog épülni, az szinte biztos, hogy meg fog épülni, és az a kérdés, hogy a forrásokat honnan tudjuk leggyorsabban csoportosítani, tehát közvetlenül az egészségügyi tárcán keresztül, vagy a modern városokon keresztül. Az új szülészeti osztály tervei már 2019-ben elkészültek. A 2020-ban kitörő koronavírus járvány viszont lelassította az előkészítő munkát. Az operatív törzs ugyanis járványkórházzal jelölte ki a szexárdi intézményt. Hamarosan viszont újra felgyorsulhat a már meglevő gyerekosztály mellé tervezett fejlesztés, sőt a régi rendelőintézet is teljesen megújulhat. Tudjuk, hogy a mostani ez nem tudja kiszolgálni az itt, illetve a térségben élő embereknek az egészségügyi alapellátását sem, tehát egy új rendelőintézetet is szeretnénk építeni. Németh Csaba, a szexuális kórház főigazgatója azt mondja, ha megvalósul a két új épület együttes kialakítása, az azt jelenti majd, hogy az azokban folyó munkát 21. századi körülmények között tudják ellátni az ott dolgozók, amivel nem csak ők, hanem a betegek is sokat nyernek. A megye egy alapjaiban és újra gondolt működtetésében, ellátás szervezésben is újraértelmezett modern szakorvosi járóbetegellátó központtal tud majd rendelkezni. Az újonnan épülő szülészeti osztály megépítését egyébként a demográfiai adatok is indokolják. Tolna megyében ugyanis 2018-ban és 2019-ben 1800 csecsemő született, míg 2020-ban már több mint 2000. Plusz forrás kell a folyamatban lévő szexárdi fejlesztések befejezéséhez, ezért volt szükség egy újabb egyeztetésre a város vezetője és a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos Gyopáros Alpár között. Ács Rezső azt mondja, most azon dolgoznak, hogy minden projekt megvalósuljon. Ez az a szexárdi szőlőhegyi óvoda, aminek a felújítására és átépítésére még 2018-ban nyert toppos támogatást a város önkormányzata. Ennek előkészítő munkálatai a tavalyi évben jelentős mértékben lelassultak, így nem csak időt veszítettek, de a felújításhoz szükséges alapanyagok is nagy mértékben drágultak. Ezáltal a meglévő forrás sem lesz elég a kivitelezés végrehajtásához. Ezzel kapcsolatban egyeztetett Gyopáros Alpár kormánybiztos, Horváth István, Tolna megye egyes számú választók kerületének országgyűlési képviselője és Ács Rezső Szekszárd polgármestere. Most azon dolgozunk, hogy minden programpontot, vagy a nagy részét megmentsük, visszahozzuk és meg tudjuk valósítani. Én azt gondolom, hogy egyik legfontosabb az alapegészségügyi ellátás keretében a új orvosi rendelőnek az építése, illetve a szexárd szőlőhegyen a megvalósuló óra, bőcsele fejlesztés. A polgármester hozzátette, hogy Szőlőhegy akár egy új városközpontja is lehetne Szekszárdnak, ehhez viszont az kell, hogy olyan ellátás és szolgáltatási lehetőségek jelenjenek meg, amik az ott élő emberek számára fontosak. Az egyeztetésen a városban folyó többi fejlesztésről és az ezekhez szükséges plusz forrásokról is szó esett. Több 100 millió forint plusz forrása van a városnak, ahol szüksége, hogy akár szálloda, akár sportcsarnok, akár tudásközpont, akár ökocentrum, vagy akár milyen fejlesztés, szakképzés fejlesztése a városban megvalósulhasson. A legfontosabb kérdés ebben ez volt egyébként, hogy onnan tudjuk majd a plusz forrásokat ahhoz összeszedni, hogy ezek a programok megvalósulhassanak. Ács Rezső elmondta, bíztatásra ad okot, hogy Gyopáros Alpár kormánybiztos támogatja a várost ezekben a kérdésekben, és Horváth István képviselővel együtt mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezek a plusz források rendelkezésre álljanak. Aggódnak a gazdák az enyhe, de csapadékos tél miatt. Az őszi vetések vannak a legnagyobb veszélyben, hiszen a sok eső hatására megjelenő belvíz már most károkat okozott a szántóföldeken. Az állattartóknak sem kedvez az időjárás, hiszen a ridegen tartott szarvasmarháknál például a nedves, sáros talaj patabetegségeket is okozhat. Ez az arra közélet kialakítva itteni, hogy a vetésről lehozza a vizet. A látrányi szántóföldek egy része ugyanis a csapadékos télnek köszönhetően víz alatt áll. Most körülbelül egy olyan 5-6% körül van egyelőre, de hogyha ez több, akkor már veszteséges lehet a termelés, nem is tudja hozni az a másik terület, a hektárgya az be, ami kiesik a területből.
Udvaros Zoltánék csak Látrányban 800 hektáron gazdálkodnak, és csak nem 3000 húsmarhát nevelnek. A sok esőzés miatt felázott legelőre azonban nem tudják kihajtani a jószágot. Most nem lehetne rángenni szoros marhát jelen pillanatban, nagyon nagy kárt csinálna ezen a területen, mert ahol lelépne, nagyon mélyen lép, és fölszenni és kitiporná a jó minőségi gyököm jelen van jelen pillanatban. Somogy más területein sem jobb a helyzet, elsősorban a lapos, sík területeken okoz egyre súlyosabb károkat a belvíz a gazdáknak. Lesznek olyan vetések, amiknek igenis bizony sok kárt fog okozni, főleg a mély fekvésű helyeken, ahol a pongó vizek megállnak, és ott már őszi árpa vetésekben én is tapasztaltam, hogy bizony vannak kipusztulások. Ez összesenyében nézve, összterületeivel nézve, számomra lefordítva, ez egy legalább egy 20%-os veszteséget prognosztizál. A gazdák azt mondják, ha a következő hetekben is marad az esős idő a havazás helyett, a veszteségeik tovább nőhetnek. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Kormánydöntés, védettséget igazoló okmányt kapnak a koronavíruson átesettek. Ingyen hitel és bértámogatás, mekkora segítséget nyújtanak a hazai vállalkozásoknak. Bizonytalanságok és költségvetési tervezet, hétfőn indul az egyeztetés az idei finanszírozásról. Közel 400 millióból fejlesztenek, felújítják és kibővítik a Szentlőrinci óvodát. Szombathajnalban kemény fagyok várhatók, a havas, szélcsendes, derült tájakon mínusz 20 fok köré csökkenhet a hőmérséklet. Napközben napos időre, időnként megélénkülő szélre, északnyugaton erős, viharos széllökésekre van kilátás. Vasárnap is kitart a szeles idő, de a legtöbb helyen sok lesz a napsütés, csupán hajnalban az ország keleti felén alakulhat ki elszórtan kisebb hózápor. A hőmérséklet hétvégén mínusz 8, mínusz 10 fok között, napközben mínusz 2, plusz 2 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét, viszontlátásra!